pecsét került az együttműködési megállapodásra, és már alá is írták azt a felek. A mezőgazdasági kutatással is foglalkozó Syngenta többféle módon is támogatja majd az iskolában folyó munkát. Az oktatási intézmény vezetője szerint ez hatalmas lehetőséget jelent az ott tanuló diákoknak. Az együttműködési megállapodásban Syngenta Magyarország vállalta azt, hogy képzéseket tartanak, előadásokat tartanak, ami azt gondolom, hogy így a legkorszerűbb ismeretek, technológiák fognak hozzánk, illetve a diákjainkhoz eljutni. Másrészt a Syngenta Magyarország havi 30 000 forintos ösztöndíjprogrammal is segíti az iskola legkiválóbb tanulóit. A 11-es Sáfrány Péter az első diák, aki ezt a lehetőséget ki tudta használni. Ő már október óta részt vesz egy kísérletben, ami során a cég csávázószereit tesztelik. Nagyon sokat tanultam ebből a mérésből, mert nem gondoltam volna, hogy ennyi különbség lehet egy szabadföldi és egy üvegházas mérés között, hogy ekkora méretbeli különbségek, fejlődésbeli különbségek lehetnek. A Syngenta Magyarország ügyvezető igazgatója azt mondja, Európában és Magyarországon is generációváltás zajlik épp a mezőgazdaságban, nekik pedig, mint a világ egyik legjelentősebb piaci szereplőinek kiemelten fontos, hogy a kutatási eredményeikkel elérjék a most még fiatal mezőgazdászokat is. Egyértelműen azt szeretnénk elérni, hogy a fiatalok egy vonzó és nagyon gyorsan fejlődő iparákként tekintsenek a mezőgazdaságra, egy olyan iparákként, ahol szívesen képzelik el a jövőjüket, és az is nem titkolt célunk, hogy ezek a fiatalok életpályaként nézzenek a mezőgazdaságra, egy olyan területre, ami 30-40 éven át, vagy akár még tovább is biztos megélhetést jelenthet nekik, mondja Matthew Picard, a Syngenta Magyarország ügyvezető igazgatója. Az Agrárminisztérium által fenntartott szekszárdi Csapó Dániel mezőgazdasági szakközépiskola egyébként az ország első oktatási intézménye, amivel a Syngenta a közös munkába kezd.